Borcsa és vendégei keze alá a Bosch háztartási gépek dolgoznak. Mindig őt hívjuk egyedül, jó? Fokhagyma is, csili is. Sokszor ezt nem látják magukon a lányok, hogyha kihúzzák magukat, meg egy picit boldogabb arcuk van, akkor azzal sokkal többet érnek el, mint azzal az egy mínusz kilóval, ami egyébként őket nagyon zavarja. Ha készítesz egy képet most idén nyáron, azt jövőre már boldogan fogod nézni, de azt idén még nem hiszed el, mert azt gondolod, hogy na majd jövőre összeszeded magad, és akkor most ez a nyár, ez így sikerült, de majd jövőre, és jövőre visszanézed a képeket, és az úgy volt jó, ahogy volt. Sziasztok! Ez itt az Életsava Borcsa 5. évadja, és itt van velem a konyhában Béres Alexandra, és azért is izgalmas ez, hogy te vagy itt pont, mert hogy téged mindig azzal szoktak megkeresni, hogy tudnak lefogyni, és mi most rögtön ennek az ellenkezőjét fogjuk csinálni, mert enni fogunk. Az egyáltalán nincsen ellentmondásban. Szerintem úgy lehet lefogyni, ha az ember finomakat eszik, mert hogyha nem eszik finomakat, akkor előbb-utóbb ebből az egészből ki akar törni, és nem lesz hozzá kedve, és általában ott érnek véget a diéták. Képzeld, hogy fogunk csinálni padlizsánt, és ezt mondd előtt, tehát nagyon izgatott vagy. Főleg, hogy most van a szezonja a padlizsának, bár ugye egész évben lehet kapni, ami úgy fog kinézni, hogy ezt majd félbevágjuk, beírdaljuk, egy ilyen nagyon jó, izgalmas fűszerkeverékkel meg kenegetjük, berakjuk a sütőbe, és amíg az sül, addig csinálunk darált marhából kofta kebabot, ez egy ilyen nagyon fűszeres, ilyen arafűszerezésű húsgolyók lesznek, és amikor a padlizsán kisült, akkor annak a tetejére fogunk rakni egy picikét édes citromos joghurtot, és mivel én nagyon szeretem, hogyha egy kajának többfajta textúrája van, ezért a tetejére fogunk majd szólni egy kis granolát, hogy a rostok és a roppanás kedvéért. Na mit szólsz? Kíváncsi vagyok. Jó? Nagyon iszki, nagyon. Imádom a padlizsánt, még így sosem sütöttem. Imádom fokhagymával, imádom tejföllel. És szóval milyen jó, és szeretném elmondani, hogy végre egy olyan nő itt az Életsava Borcsába, aki szívesen eszik fokhagymát, mert általában szokott lenni a szűk keresztmetszet, hogy jó, hát azt ne tegyük bele, úgyhogy akkor beletesszük. Én is imádom. Az egyik kedvenc receptem, ez egy francia recept, a csirke 40 gereszt fokhagymával. Ó, nagyon jó. Na, akkor ezt rögtön rád is bízom, hogy amíg így és így. Jó. Ennek azzal beindítom a sütőt. Én meg annyit mesélek neked közben, hogy nem ilyen sziszisségből, hogy itt tartom így az ujjam folyamatosan, nem akarok hozzányúlni az ételhez, de tegnap eltörtem, szóval így fogom itt tartani. De mesélj már el, hogy törted el. Meg hát, hogy, mert hogy a Szandra megérkezett úgy, hogy nagyon nem tud kezet rá, bocsánat, nagyon nem tud kezet fogni, mert hogy tegnap eltörte az ujját, amit nagyon vagányul egy leukoplasztal körülbelül így elintézett, szóval... Hát ez így jó rá igazából összefor. Úgy elestem, tök bénán, nem tudom, egy hülye mozdulat volt, beragadt az ujjam. De sportolás közben vagy? Nem, egy fotózáson voltam, és egy valamilyen tárgyba, ami le volt dobva a földre, elbotlottam, és szegény. Akkor utána még tovább csináltuk, és aztán estére már éreztem, hogy hát ez csak növekszik. És az apucim orvos, kérdeztem tőle, emlékeztem rá, hogy így kell rögzíteni, de ne kérdeztem tőle, hogy mit kell tenni, mondta, hogy azért meg kell, hogy röntgenezzem, mert azért attól függően kell a sínt, vagy esetleg a helyére tenni, vagy bármit, és akkor végül is maradt ez a megoldás, de eltört. Olyan beraktad sínbe. Igen, igen. De akkor úgy látom, hogy azért ebből olyan nagyon nagy faxit nem csináltál. Hát most nem, meg azt gondolom, hogy a következő, nem tudom mit mondanak, 6-7 egy törés, aha, szóval nem tervezem, hogy 6-7. Az igazság, hogy én éltem együtt férfiakkal, és tudom, hogy ott azért ez komoly probléma tud lenni, és most nem akarok belemenni a man flu, meg a férfi influenza kérdéskörébe, de azért egy törésnek is ott lehet nagy feneket keríteni, de hogy te ezt ilyen nagyon kedélyesen... Ja, a családom üzöd. Volt aranyos, ők felvállalták ezt, ők aggódtak, igen, igen. Mindenki jött hozzám, hogy ezt a gyógyszert, még ezt a jeget, úgyhogy... Azt szerintem mindenki tudja, hogy sportolsz. Hogy egyébként mennyi balesetet szenvedtél az elmúlt... Nem nagyon. Na, 6 éves korod óta... 6 éves korom óta ritmikus gimnasztikáztam, aztán fitnesseztem, aztán curlingeztem, alig volt sérülésem. Ja, még a curling az nem tűnik egy ilyen balesetveszélyes sportnak. Igen, végül is ez nem annyira az. Hát, ilyen csini mehet bele? Mehet.
Mindig őt hívjuk ezentúl, jó? Fokhagyma is, csili is. Ez köri volt az első, amit belőttél? Igen, és fog belemenni, nekem ez a kedvenc fűszerem. És ha ilyenből nem római kömény, hogyha lehetne ilyenből parfümöt kapni, én szerintem abba akarnék úszni így egész nem. Nagyon-nagyon szeretem, de jó, mert ebbe szuper dolgok kerülnek. Curling az meg egy ilyen felnőtt kori szerelem, ott eddig beöltözve csapatban, tökre nem tudta senki külföldön, hogy ki vagyok. Imádtam egyszerűen, az egy nagyon csoda volt. Most is csinálnám biztos, hogyha a gyerekek mellett maradna több időm, de majd még annak is eljön az ideje. Térni. Volt egy ilyen elejtett megjegyzésed az imént, hogy ott legalább nem ismertek föl külföldön. Igen, én nagyon. Mióta vagy te így a szem előtt? Hát leginkább 18 éves korom óta, most 44 vagyok, úgyhogy az már egy ideje történt, és nekem mindig is furcsa volt. Tehát te még akkor influencer voltál, amikor még nem voltak influencerek. Hát akkor még, amikor én kezdtem, akkor volt még néhány magazin, meg egy-két tévé. Én sosem azért kerültem az ismertségbe, mert én szerettem volna. Nekem egy sport eredményem volt, és azért mindig így furi is volt nekem így ebben létezni, úgyhogy... Végül is tök jó volt az, amikor eddig beöltözve nem ismert senki, de kicsit úgy el tudtam menni. El tudtál bújni. Igen, el tudtam bújni. De vágysz erre egyébként, hogy így el tudjál bújni? Én igen, hogyha nyaralok, akkor is igyekszem olyan helyre menni, ahol így nem nézegetnek meg. Nem kell behúzni a hasam, lehetek ilyen tök simán. Mert úgy érzed, hogy mindenki akkor így gyakran azt gondolja, az emberek. Hogy... Tehát, hogy mostanra már annyira aranyosak, meg jóindulatúak, de azért így mindig így végig. Hát én fitnesseztem, mit tegyek? Hát ez valamennyire így hozzátartozik ehhez a jelenleg. És működik, mert egy dolog, hogy akkor neked mindig viselkedni kell, nem? Hogyha, tehát nincs olyan, hogy mondjuk egy balatonistrand, van olyan, hogy te le tudsz ülni, nem érdekel, hogy kilóg a hasad, beversz ott egy, nem tudom, fokhagymás lángost, és akkor mindenki nyugodtan nézze. Igazából én próbálok önmagam lenni mindig, mert én abban is hiszek, hogy az, ami a... Tehát, hogy különben kilóg a lóláb, de, de nem és eszem nekem abszolút ezért állt ez az önazonosság. Hát minden esetre azért úgy jó úgy lenni, hogy egyáltalán semmire nem kell figyelni, hogy senki nem ismer. Uh-huh. Az egy jó érzés ilyenkor, amikor az ember pihen, mert nagyon kedvesek az emberek, akik közelednek hozzám, de azért úgy jelen vannak, hogy nem tudok úgy teljesen kikapcsolódni, hogyha úgy figyelnek. Ez nem egy normális helyzete az embernek, hogy mindig figyelik. Mennyi mézet tettél bele? Ebbe még semmit, az majd a joghurtbe fog menni. Uh-huh. Ez most viszont bemegy a sütőbe. Ebbe is rakjunk szerintem egy kis körit. Jó. Legyen jó fűszeres, nem? Igen. Kis fahéj. Jöhet. Hú, majd mindenképp leírom a receptet. De ott lesz a videó végén. Jó, a videó végén mindig ott szokott lenni a recept. Hogyha valaki a kommentekben reklamálja, az azért, mert nem nézte végig a videót. Na, szupi. Római kömény volt a harmadik, igen, gyömbér. Megy bele egy kis gyömbér. És akkor én most belecsinálok egy kis fokhagymát. Ez eddig mind annyira jó, amiket beletettünk. Amiket belecsináltunk. Mert mindig azt gondolom, hogy egy kicsit olyan ez, mint egy fogorvos ismerősöm mesélte, hogy azért nem szereti társaságban elmondani, hogy ő fogorvos, mert akkor utána két eset szokott előfordulni, vagy jön ez a milyen ördögös mondom, vagy ennek az ellenkező, amikor valaki hatalmasra tátja a száját, és akkor itt látod ezt a szájét. Hát ez különben velem is így szokott lenni, hogy mondjuk egy társaságba leülök vacsizni, és egy idő után, hogyha bizalmat érez a hölgy, mert egyébként ez a szakma, ez ha belegondolsz. Hölgyek? Igen, igen, a férfiak azért ők elmondják, hogy mennyire sokat sportolnak, de hogy arról mondjuk első nap biztos nem beszélnek, ami őket bántja. Mert igazából tényleg, ha belegondolsz, ez ilyen nagyon intim kérdés. Tehát azt mondják el ilyenkor a lányok nekem, vagy azt osztják meg velem, ami őket zavarja. És akkor ülnek, és így rögtön elkezdik csipkedni a hasukat, meg nézzen, meg itt, meg ott. És olyan érdekes, mert én elsőre sosem... Tehát látok egy alkatot, látok egy embert, látok egy egyéniséget, és sokszor helyesebbnek látom őt így, mint amit elmond nekem, hogy ő szeretne
Tehát látom azt, hogyha azt az egy kiló pocit azt onnan leadja, akkor görcsösebb lesz, meg keményebbek lesznek a vonásai, és nem lesz annyira nőies. És sokszor ezt nem látják magukon a lányok, hogyha kihúzzák magukat, meg egy picit boldogabb arcuk van, akkor azaz sokkal többet érnek el, mint azzal az egy mínusz kilóval, ami egyébként őket nagyon zavarja. De a furcsa a szakmámban az, hogy én ezt nem mondhatom el elsőre. Mert nem ezt akarjám hallani, hanem azt, hogy attól az egy kilótól hogy szabaduljon meg, és hogyha nincs meg a bizalom, akkor ő megy tovább egy másik edzőhöz, és attól megkérdezi, hogy attól az egy kilótól hogy tud megszabadulni, és nem hallják meg ezt a lányok. És miért van szerinted, hogy sokszor az ember ennyire elégedetlen a saját testével? Vagy miért foglalkozunk egyáltalán ezzel ennyit? Én azt gondolom, és hogy a te szavaidban is azt veszem ki, hogy én például nagyon szeretek sportolni, világilletemben sportoltam, de nem azért, mert hogy ettől lesz nekem a bomba alakom, és ezt telik múlik az idő, ezt egyre inkább kezdem elengedni, mint irányos elképzés, meg igazából ez sose volt célom, hanem azért, mert hogy sportolni jó, tehát hogy örömömet lelem benne. Figyelj, ehhez valamilyen zsíradék, vagy ilyesmi? Azt majd olajba fogjuk kisütni, viszont tudod ezt tekergetni? Aha, igen. Mert amíg ebből kijön annyi mennyiség, hogy ez jó legyen, azt szerintem egy kis idő. Én mindjárt nyomok bele akkor a borsot. Visszatérve ehhez a sportos gondolatodra, hogy miért vagyunk ennyire kritikusak önmagunkkal, egyrésztről, mert valahogy ez a világ azt sugallja, hogy ahhoz, hogy sikeres, meg boldog legyél, ahhoz úgy kell kinézned, és ez így magának, tehát az ember önmagának állít föl ebben sokszor ilyen kis skatujákat, vagy nem is tudom. Másrésztről meg nem reálisan látjuk magunkat kívülről, szerintem. Én ezt látom egyre inkább, és főként az olyan lányokon, akiknek már gyerekük van, hanem valamilyen helyzetbe kerülnek az életükbe, és akkor másokat boldogabbnak látnak, és ezáltal így önmagukat bántják. Úgyhogy ez egy nagy nehézség. Szerintem az sem igaz, hogy így el lehet ezt teljesen engedni, mert azért, ha van egy alapigényesség, azért szeretünk tetszeni a férjünknek, önmagunknak, nem feltétlenül így minden vadidegen embernek, de akik itt számítanak nekünk, és szerintem egy nő, hogyha csinosnak érzi magát, akkor az sugárzik ki a partner kapcsolatában is. Tehát, hogy abban viszont ez tök fontos. Ugye, hogy kell ahhoz egy olyan partner, akitől te szépnek érzed magad? Igen, szerintem az olyan sokat számít. Igen. Meg az is kell, hogy magadban megtaláld. Tehát, hogy ne a másiktól várd vissza, hanem te jól érezd magad a bőrödben, mert akkor jobban szerintem még egy kapcsolatra is így ez rányomja a bélyegét. Maga a sport az viszont sokkal többet ad, mint ami a küllem. Tehát amellett, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni éveken át a szeretteinknek, önmagunknak, és nincsenek ilyen problémák, amellett szerintem borzasztóan jó stresszűző, nagyon jó gondolatokat hoz elő, felszabadít nagyon jó, tehát olyan hormonokat, amik segítenek bennünket az életben, egy pozitív szemléletet ad, társasági élménynek sem utolsó. Nagyon sok olyan hozománya van, amit én szeretek. És akkor mindig arra gondolok, hogy ahogy mondjuk egy futásnál, hogy na még egy lépés, és akkor mindig ezzel közelebb vagyok a célomhoz, és minden egyes lépés ebben segít, és ha belegondolsz, ilyen az élet, nem? Hogy ott is mindig csak egyet előre kell lépni, és akkor már kicsit közelebb vagy ahhoz, amit szeretnél elérni. Hogyan lehet megtanítani az embereket, mert szerintem pont ez, ami gyerekkorban kéne, hogy kezdődjön, hogy hogyan tud a hétköznapjuk részévé válni a sport. Tehát, hogy neki természetes legyen akár az is, hogy hétfő, szerda, péntek fut, kocog, biciklizik, stepperabikozik, curlingezik, mit csinálsz még, szupozik, egy kicsit bonyolult előadni, minden reggel, vagy este, vagy délután, amikor ideje van. A másik meg, ami szerintem tök fontos lenne tudatosítani, de ezeket mind jobban tudod, úgyhogy majd mondd, légy szíves, hogy néha van olyan, hogy az ember úgy kezdi el csinálni, hogy nincs hozzá kedve, de hát amit csinálj. Én a futást a 80%-ban úgy kezdem el, hogy bazira nincs kedvem, és utána tudom viszont, hogyha elindultam, akkor utána lesz. Azt
azt kell átgondolnunk, és ez még gyerekkorban nem jön. Gyerekkorban tudunk adni egy rendszert, meg tudjuk szokni azt, hogy járunk valahova, hogy rész az életünknek, ez leginkább a szülőkön múlik, még nem rajtunk. Felnőttként be kell látnunk azt, hogy ez nekünk fontos. Uh-huh. Ameddig ez nem történik meg, és számtalan dologtól lehet fontos. Lehet attól, mert szeretnénk csinosabbak lenni, lehet az egészségünk uh-huh. miatt, lehet azért, hogy tényleg elengedjünk mindent, lehet azért, hogy hosszan ott legyünk a családunknak. Nagyon sok okunk lehet. Minden esetre, hogyha ezt belátjuk, hogy nekünk ez fontos, akkor fogjuk betenni a szokásainkba, mert olyan az ember, hogy mindig így a legelső feladatot helyezi előrendet. Mondok egy példát, hogyha neked most lemondanak egy forgatást, és nem jön el egy ember, mondjuk ez a végén van, és egész héten arra vársz, itt közben kinyitottam valamit, egész héten arra vársz, hogy mikor juthatnál el futni, és ott felszabadul egy órád, te elmész futni, tök őszintén. Valószínűleg, nem tudom, igen. valamit megveszel, elmész a közértbe, tehát, hogy az nem jön ilyen spontán módon, az csak akkor jön, hogyha betervezzük, hogy mikor van az életünkben. Na, akkor teszegessem? Aha. Ezt megbírom így. Szuper vagy, köszönöm szépen. Lehet örömet találni benne, de akkor valóban nagyon meg kell találni azt a sportot, ami a te személyiségedhez élik. És ebben is annyira mások vagyunk, nem kell ugyanazokat a sablonokat elfogadni. Így van. Hát csak történjen meg egy héten, 3-4-szer. A kettő nem elég. Nagyon jó, ha van, de nem elég változni 3-4. Akkor mi az ideális, akkor azt mondod, hogy 3-4. 3-4. Minimum. Mi a maxi? Hát szerintem a maxi az nem a mindennap. Én nem szeretem a mindennapot, hanem azt szeretem, ha marad egy nap pihenő. Onnantól kezdve már minden könnyebb egyel. És szokásokat kell ebben is kialakítani. Uh-huh. Mint ahogy szerintem a főzésben is. Én nagyon szeretek főzni, és szerintem olyan jó, és hogy... És te szoktál is otthon a családnak. Igen, és szeretik is, hogyha van mindig otthoni koszt. Az olyan, tudod, más. És ugye azért elég tudatosan táplálkozol, ez hogy megy át a férgyerekek vonalára? Nekem van a súlykontroll programom, ami nem csak a súlyvesztéssel foglalkozik, hanem azzal is, hogyha végre sikerült elérnünk, amit szeretnénk, akkor hogy tartsuk meg. Uh-huh. És ezzel kapcsolatban van ételrendelős vállalkozásban részem, és itt pedig nagyon sokat kell fejleszteni, hogy lehet az finom, ami egészséges. Uh-huh. És olyan érdekes, mert a családom kezdi megszokni, hogy nálunk úgy mindig van az asztalon többféle étel, mert én próbálkozok. Tehát, hogyha mondjuk kimondják nekem, hogy nem szeretik a brokkolit, akkor oda teszek mindent, amit szeretnek, de azért oda teszek egy kis salátát, aha. meg zöldséget is, és milyen az ember mindenből választanak, és akkor úgy szépen megszokják az évek alatt. És ezáltal, hogy így tesztelgetem ugye a saját ételeket, szokott otthon lenni ezekből, tehát dobozos étel, és úgy oldom meg, hogy egy héten kétszer rendelek magunktól, és a többit pedig főzök. Mert az olyan jó, hogyha amikor hazaesünk este 8-kor, akkor csak meg kell melegíteni, de közben meg a hazai ízeket, meg az más, mert az meg a mi otthonunk, az a mi kis életünk. És ebben is így lehet szerintem egyensúlyt tartani, meg mindig van olyan, ami mondjuk nálunk minden héten van egyszer húsleves. 5 és 10 évesek a gyerekek, tehát az biztos, hogy nem a vasárnapi húsleves, mint aha. sok családban, de az biztos, hogy az mindig elfogy meg. Vannak ilyen adóászok, amiket szeretnek. Most például egész nyáron a cukkini fasírt ment. Oh. Az egyszerűen hát, azt akartam mondani, hogy a brokkoliból is olyan jó fasírtot lehet csinálni. Én nem próbáltam. Hogy az emberek, én úgy látom, hogy nagyon szeretik lehet, hogy azért, mert nem mindenkinek az életében tud ezt megvalósulni, de az ilyen nagyon szép szerelmi történeteket, mint amilyen a tietek tűnik. Igen. Hogy 25 évet, ez egy negyed évszázad, de hogy ugye mondani szokták, az gombócból is sok, a 25, de hogy nem úgy tűnik, hogy ez így bármit kopott volna. Viszont képzeld el, hogy azért fejlődni kell vele, mert én pont tegnap megkérdeztem a kis családomat, hogy ki mit enne vacsira. És azt mondta Krisztián, hogy ő utoljára választ, miután mindenki elmondta, mert különben a lányok mindig azt mondják, amit ő. És azt mondta, hogy ő borjú bécsit enne,
bécsi krumpli salátával és málna krémleves túrógombot, szóval, úgyhogy fel van adva nekem a feladat, ezt ma meg kell oldanom, még sosem csináltam. Ilyen egy rendes nő vagy, hogy bemondja, hogy mit szeretné, és akkor te azonnal azon... próbálom. Hát nem, hát ez a hosszú kapcsolat. De, pont ez, akkor meg is előztél, hogy akkor ez lett volna a kérdésem, hogy mi a... Hát ha lehet ilyet kérdezni, ilyen hosszú boldog házasság hát, titka. Én abban hiszek, hogyha mindenki lép egy kicsit a másik felé, akkor az azért nagyon a figyelmesség, az, hogy megmarad a szeretet. Ez talán egy pici szerencse is, hogy olyan ember találsz, aki tényleg szerethető, és szeretni tudsz ilyen hosszan. 18 éves volt, amikor megismerkedtetek? Igen. Annyira gyönyörű. Nem, tök mindegy mikor. Az a lényeg, hogy de azért a 18, mert 18 éves korodban még, nem tudom, én annyira más voltam. Igen, ez különben ez megint csak egy szerencse. Mert változhattunk volna így is, nem? Aha. Igen, akkor annyi mindent éltünk. Ahogy orvostót Noémi mondta, ti nem fejlődtetek el egymás mellől. Igen, nem el, hanem meg tudtunk maradni. Nagyon sokat utaztunk, nagyon sokat voltunk olyan szituba, amikor csak ketten kellett megoldanunk. Éltünk külföldön, vártunk gyerekre 10 évig, ahogy nem sikerült. Tehát nagyon sok olyan szitu volt, ami tényleg így elvihetett volna egymástól, de pont, hogy megerősített. És ez így nagyon jól van. Azt már mondtad, hogy elmúltál 40. 44 vagyok. Én 43, tehát akkor itt tudunk erről szerintem tudunk erről beszélgetni, és mindenkinek van erről saját élménye. Hogy te hogy éled meg ezt? Belülről úgy mondja. Mindenki mondja, hogy úgy, ez a 40, ez a B oldal forog. Milyen B oldal? Meg... Nem, nem, nekem ezzel semmi gondom nincs. Azt látom, hogy nagyon sokan így elkezdenek ilyenkor bepánikolni, és valami másnak kinézni. És mehet rá? Igen, meg a nézőt, ha tudsz oda megnyílni. Na, akkor megtaláltam igen, a mentát is, azt az előbb kerestem. És én azt látom, hogy sok mindent azért észre kell venni, hogy már nem ugyanúgy van. Például egy sminken, egyszerűen máshogy állnak a vonalak, a ruházatban már sokszor nem az annyira nagyon színes, de sokszor meg az is tök jó. Szóval, hogy én észreveszem ruháimon, hogy már nem... Már más, mert nem érzem benne jól magam, és ez most nem a szabás, persze, vagy hogy menjél, hanem meg maga a stílus is, tehát ami jól állt, tudod, azt szokták mondani, hogy az ember, amíg ilyen 10-20 éves, akkor az olajtót magára húzza, az is jól áll, most már maximum a márkás olajtók állnak nekem jól. Figyelj, és az Annának úgy fog örülni. Na, örülök. De nem is én vagyok itt a fő kérdés. Mert én ebbe a kaját látom, hanem az Anna, aki mindezt fotózza, úgyhogy... Erre tehetek még egy nagyon pici csilit. Csak egy kis pirosat. Megengeded? Hát hogy ne engedni meg? Én sokkal gazdagabbnak érzem magam azokban, amiket így megéltem. Nagyon sokkal színesebb ezek a szférák, hogy a gyerekek, akár az édesanyám. Ezt is fölzöldezed? Olyan szépet csináltál az előbb. Igen. Sőt, még adok neked még kettőt, és akkor jó, mindenkinek jusson. Igen, én abszolút látom egyébként ebben az értéket a 40-es nőnek lenni műfajba. De azért kihívás mindenképp szerintem, hogy megtaláljuk, de mindegyik kihívás, hát 17 éves nőnek lenni az is kihívás. Igen, csak ott az ember még jobban be van szarva, nem? Akkor még nem érted, hogy az mekkora csoda, nem? Még mindent később értünk meg egy kicsit. Hát meg a másik, csak hogy visszakanyarodjunk így az elejére a beszélgetésünknek, ahol elkezdtük, hogy az ember mindig azt a testet sírja aztán vissza, ami a 17 évesen volt ingyen, sőt, nem? Sőt, tudod mi a legviccesebb, hogy ha készítesz egy képet most idén nyáron, azt jövőre már boldogan fogod nézni, de azt idén még nem hiszed el, mert azt gondolod, hogy na majd jövőre összeszeded magad, és akkor most ez a nyár, ez így sikerült, de majd jövőre, és jövőre visszanézed a képeket, és az úgy volt jó, ahogy volt. Folyamatosan új életet akarunk kezdeni, nem? Az a trükk, hogy ezt most gyorsan meg kell kóstolnunk, mert hogyha leállt a forgatás, akkor ezt soha többet nem fogjuk látni. Jó. Úgyhogy gyorsan adok neked kész villát, és nem akkor nyugodtan mondhatod az őszintét. Jó, köszönöm.
És egyébként dietetikai szempontból kevés méz van benne a joghurtban. Ez tökéletes, tökéletes. Ugye a padlizsán tele van rosttal. Igen. Rostunk is van, fehérjénk, legalább ugyanannyi zöldségünk van, mint amennyi húsink, van benne egy kis jó kis teljes alap is, amit abszolút ki lehet váltani, de én szeretem, mert nagyon jó ízt ad neki. Nagyon, hát akkor jó étvágyat! Jó étvágyat! Nagyon sikerült a fűszerezésünk. Nagyon jó. Meddig volt a sütőben a padlizsám? Én azt én körülbelül ezt szoktam, amikor már látod, hogy itt szétváltak ezek, ahol beírdaltad, vagy beleszurkálod a villát, és jó puha, akkor már jó. Akkor már jó. Amennyire utáltam gyerekkoromban a padlizsán, annyira imádom, és egyébként azt is olyan sokféleképpen el lehet készíteni. Úgyhogy nagyon szurkolok neked, hogy már sikerüljön megugranod a borjúbécsi, bécsi krumpli saláta, és málna krémleves. Figyelj, ha valaha úgy döntenél, hogy Krisztiánt már meguntad, vagy ugye az egész komplett férfi nevet, én nagyon szívesen befogadnak téged hozzá, vagy ilyen aranyos vagy, hogy ő bemondja, hogy mit szeretne enni, és akkor nem azon gondolkozó, hogy miért, hanem hogy tudom ezt minél jobb megcsinálni, szerintem itt mindenki nagyon szívesen elvesz téged feleség. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tényleg, és hogy ilyen finomat csináltunk. És nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, meg ide is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és maradjatok velünk, és egyetek finomakat. Sziasztok! Sziasztok! Borcsa és vendégei keze alá a Bosch háztartási gépek dolgoznak.